Folytatódnak a fejlesztések Marosvásárhelyen. Elsősorban a várost meglátogató autósokra gondoltak. A központi részen ugyanis 4 parkoló óra felszereléséről döntöttek. Megújulnak ugyanakkor az iskolai sportpályák is. 4 parkolóórát szereltek fel Marosvásárhelyen a Rózsák terén, amelyek néhány napja már működőképesek is. A 4 parkolóóra a Plaza Hotel, a Raiffeisen Bank központi kirendeltsége, az Egreta cukrászda és a Kosztákosz valuta váltó előtt található, és alternatívát nyújt a parkolási díj kifizetésére. Elsősorban azokra az autósokra gondoltak, akik nem rendelkeznek applikációval, illetve a díj kifizetését SMS-sel lehetővé tevő SIM-kártyával a telefonjukon. Ezekkel a módszerekkel továbbra is lehet parkolást fizetni. A parkolóóráknál 50-ban is érmékkel és bankkártyával is lehetséges a fizetés. A növekvő turizmusra való tekintettel a használati útmutató 5 nyelven olvasható: románul, magyarul, angolul, németül és franciául. Folytatódik továbbá az iskolai sportpályák felújítása. Legutóbb a Tudor Vladimirescu iskola pályáját tették biztonságosabbá a tanulók számára, amely a balesetveszélyes betonfelület helyett gumiszőnyeget kapott. Az udvar korszerűsítése mára befejeződött. Emellett 14 új interaktív okostáblát helyeztek el az osztálytermekben a 2021-ben és a 2022-ben vásárolt 8 darab mellé.